Ha szeretnétek videójátékokat vásárolni, kattintsatok a videóm leírásában lévő linkre, és látogassatok el a Zeneba online áruházába, ahol remek árakon találtok videójátékokat, ajándékkártyákat és előfizetéseket is. Link a videóm leírásában. Maradj künn az ingatlanból! Maradj künn az ingatlanból! Csúnya képek vannak a videójátékban. Oh yes! Oh yes! Szerbusztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Stay Out of the House végigjátszásunknál, Puppet Combo jelenlegi legfrissebb videójátékának a végigjátszásánál. Hogy vagytok, kedves lányok, kedves srácok? Remélem mindenki jól van, mindenki jól érzi magát, és mindenki kész egy újabb gusztustalanul, büdösen horrorisztikus indie horror játékot végigjátszani velem. Ha jól emlékszem, akkor a Stay Out of the House még olyan 2018-ban jelent meg Early Access-ként, Early Access játékként, és csak most 2022 őszén készült el a játék, szóval most már végig lehet játszani a játékot az elejétől a végéig, mert megjelent a játék, sok okos dolgot mondok én itt nektek, és pár helyről, akiket követek a tartalomgyártók között, azt hallottam, hogy ez a játék sokkal kihívóbb, parásabb és nehezebb is, mint Puppet Combónak egy-két régebbi műve, mint például a Nun Massacre és a Power Drill Massacre. Ezek közül még egyikkel se játszottam a YouTube csatornámon, de ki tudja, hát ha előbb-utóbb odáig is eljutunk majd ezzel. Na de elvileg most ez a Stay Out of the House állítólag egy új magaslatokba helyezi azt a standardet, amit a Puppet Combótól láthattunk és hogy megszokhattunk, szóval nem is szaporítom tovább a szót, nyomok egy New Game-et, és négy fejezetből fog állni a játék. Az első az úgynevezett Night Shift című fejezettel fog indítani, ami egy kisebb játékként is kapható volt Puppet Combónak a repertoárjából, a Scary Tales gyűjteményben. Tattarada. Mondom tattarada. És continue. Take the night shift. Yes, we do. Szóval ezzel a játékkal már találkozhatok egy picit hamarabb. Ez elvileg egy viszonylag rövid kis intrója lesz a Stay Out of the House fő cselekmény szálának. Szálának. Hello. What time are you getting out? Six? Milyen érdekesen visszhangzik Embernek a hangja. Ember azt mondja, hogy mikor végzel a melóval? 6-kor? Want me to pick you up? Szeretnéd, hogyha eljönnék hozzád? Érted, akarom mondani. Válaszoljuk azt, hogy igen, kérlek, mert túl messze vagyunk ahhoz, hogy sétáljak. Yeah, it's too far to walk. De érdekes, hogy ilyen fura a szinkron. Szóval azt mondjuk neki, hogy igen, túl messze van. As if, I'll be conked out by then. Mire Ember azt mondja, hogy hát persze, de addigra én már szarkész leszek. I'll have a beer for you later. Majd iszom később az egészségedre egy sört. Jó szórakozást! Ó, igen, ez a karakter, akivel most vagyunk, ő éjszakai műszakban dolgozik egy Isten háta mögötti Echo Self-Service Car Wash 30.9 benzinkúton. Quick Mart. Bam. Hello. Just in time. Hurry up and punch in. Kec barátunk, kollégánk azt mondja, hogy na végre megjöttél. Gyere és kezd el a műszakod. I've got a hot day tonight. Ma este nagyon, nagyon szexi, nagyon menő randim van. És megkérdezhetjük, hogy pontosabban mondhatjuk neki, ez baromság. Megkérdezhetjük, hogy és kivel? Vagy pedig forgalmas nap volt a mai, de kérdezzük meg azt, hogy kivel? With who? Wouldn't you like to know? Semmi közünk hozzá lényegében. Come on, I gotta go. Gyerünk, sietni kell. Nézzük csak, kettő kérdést feltehetünk. Legalább felsöpörtél, és vagy működik-e már a telefon? A második kérdést úgy érzem, hogy fontosabb, hogy tudjuk, hogy működik-e a telefon. Is the phone fixed? No, the telephone company never came. It's still dead. You shouldn't be making phone calls at work anyways. Szóval azt mondja, hogy nem, a telefonos cégtől nem jöttek még ki. Szóval a telefonunk még mindig nem működik, de a munkaidőben nem is kell telefonálgatnod. Hey, Rick left a list of side work to do on your shift. Now I've got to get out of here.
És Rick hagyott itt neked egy listát arról, hogy milyen teendők várnak rád ma este, de most már igazán mennem kéne. Igazán mennem kéne. És még egy dolog, nem találom sehol se a kulcsokat, szóval a fürdőszobák, tehát a toalettek hátul még mindig be vannak zárva. Erre azt mondja, hogy hát akkor, hogyha menned kell dolgodra, akkor menj a kukák mögé. Mire mi válaszolhatjuk azt, hogy hát ez fantasztikus, és vagy az, hogy legyen sikeres rendezvúd, legyünk jó fejek. Have a good day. If my calculations are correct, I'll be running third base of 1 hour and 16.32 seconds. Oké. Embereknek, hogyha a számításai helyes, akkor azt mondja, hogy legalább majd, hogy nem egy órán belül le fog feküdni a szíve választottjával. Jaj, de szép. Oké, keressük akkor meg szépen a raktárban azt a helyet, ahol be kell páncsolni a klakkunkat. Jéj! Kezdődik a műszak. Juhú, nézzük csak itt a lista. Nézzük csak, hogy hés kacok. Sajnálom, de a telefon még mindig nem működik. Szóval ezt egy picit el kell viselnetek egészen addig, amíg a szerelők nem jönnek. Ne aggódjatok, én nem számítok vészhelyzetre. Nagyon király. Viszont szeretném, hogyha az éjszakai műszakotok alatt sokkal jobb munkát végeznétek. Elvárom tőletek, hogy az itt felsorolt munkák készen legyenek, amikor legközelebb délután látogatni jövök. Söpörjétek fel a padlót, a nem megvásárolt termékeket rakjátok vissza a polcra, ahová valók, illetve takarítsátok ki a toaletteket. Hát ez nem fog sikerülni, mert nem tudjuk kinyitni a toalettet. Rick. Gondolom Rick a főnökünk. Na nézzük csak, milyen termékek vannak itt. Motorolaj, sör, meg chips, amiket vissza kéne raktunk a helyükre. Chips. Persze. Munka közben nem ihatunk, azt mondja a karakterünk, de én csak a sört akartam visszarakni, és csak emlegetni kellett a Power Drill Massacre-t, mert az itt van, mint arcade játék, lehet vele játszani. Kocsi alkatrészek, a motorolaj az itt tök jó lesz. Nincs itt semmi érdekes. Cukorkák vannak itt. Itt is cukorkák vannak. Mindenféle fajta rágcsálnivaló. Chips. Ethos márkájú chips. Üdítők, szódák, itt van az alkohol, sör, illetve a hidegétel, fagyasztott mirelitétel, újság, shuttle explodes, semmi érdekes, oké, egy komp felrobban, jégkrém, számomra túl édes, azt mondja, talán később iszunk egy kis broke kólát, szódát, öngyújtók, ez ilyen hotdog sütőgép, amivel most nem fogunk foglalkozni. Ezzel tudjuk irányítani a kint lévő benzinkutakat, hogyha valaki bejön fizetni, ugye amerikai rendszer szerint működünk, ha valaki bejön fizetni, hogy melyik állomásról kér benzint, akkor itt tudjuk megadni, mennyit adunk ki neki, és hogyha valaki fizet, akkor itt a kasszánál tudnak fizetni, illetve mögöttünk van cigaretta is, very nice. Itt vannak fánkok, egész nap itt voltak a fánkok, szóval már biztos megszáradtak. Különböző félefajta magazinok, amik a karakterünk elmondása szerint ez csak pornó. Mikrohullámú sütő, szívószál, só, pepper, másik félefajta fűszer, a kuka. Nice, van itt minden igazából. És ha bejövünk ide, itt vannak olyan termékek, amik raktáron vannak és még nem jutottak ki a polcokra. Ó, hát persze, itt a seprű is, amivel fel kell söpörnünk. Itt van a hűtőkamra, még több termék van itt. Hűtőegységgel együtt. A hátsó ajtó zárva van, kulcs ez nincsen nálunk, szóval nem tudjuk kinyitni se. Itt van a biztonsági rendszer, vagy a CCTV, és van még egy hűtő részlege a munkahelyünknek, szóval... Oh, hello! Ha jól látom, valaki jön is, szóval gyorsan felveszem a harci pozíciót. Ugh, de rossz ez így. There's a customer coming. Ilyen. Bocsássatok meg, hogyha ilyen furán vízhangos az egész. Megpróbálom letekerni mondjuk
90-re. Illetve ezzel a játékon is tudunk szórakozni, mindenféle fajta borzalmas filtert rárakunk. Én szeretném itt tisztán tartani, hogy a YouTube lehetőleg nagyon verje szét a minőséget. És ahogy látom, nincs pauze, rendes pauza a játékban, tehát hogyha matatok is a menüben, akkor a játék megy tovább. Ez baromi jó dolog tudni. Hi, can you give me $10 on pump 5? Igen, a hangerővel való szórakozás egy picit látszólag megtette a hatását. Szia! $10 tudsz nekem az ötös állomásról adni benzint? Thanks. Köszönöm szépen! Yes! Yes! Szerintem akkor így 90-esen is fogjuk hagyni a hangerőt, így nem tűnik olyan vízhangosnak a dolog. Na jó van! Megvolt ma az első vevőnk, ez micsoda? Ó, ez a kis 100 forintos ilyen kis fura édesség adagoló gép. Shipper, shipper. Shipper, shipper, shipper. Shipper, shipper, shipper. Siper, siper, siper. Siper, siper, siper. Shipper, shipper. Shipper, shipper, shipper. Gyönyörűen ocsmány ez a játék. Yes! Finished sweeping! Hát akkor kész a takarítás, akkor igazából mi az ördögöt csináljunk. Kimenni nem lehet, amíg... jön még egy ügyfél. Kimenni nem lehet munkaidőben. Szóval olyat nem tudunk sajnos tenni. De elég fura módon behajt ide, és továbbhajt ez a fehér furgon. Bocsánat, szóval ez a fehér furgon csak úgy behajtott ide, felmérte a terepet és elment. Ez furcsa. Határozottan furcsa. De látszólag elment. Egy jó Power Drill Massacre. Oh no, Jeff, kelj föl! Na, hogy hozok segítséget. Na, a Power Drill Massacre-nek az a rövid sztória, hogy egy hölgyel vagyunk, hirtelen nem emlékszem a nevére, aki a párjával autóbalesetet szenved valahol az Isten háta mögött, és elindul segítséget keresni, és meglát a távolban egy hatalmas gyárépületet, és bemegy oda hát, ha van telefon, és tud segítséget hívni. Na de ebben a gyárépületben, ami már régóta elhagyatott, nemhogy segítséget nem talál, egy sorozatgyilkos lakik, illetve bujkál itt, aki egy fúróval szedi az áldozatait, egy kézi fúróval. Minden egyes pályán meg kell találni 3 kulcsot, mielőtt átmehetnénk a kijáraton.
És pont magában az eredeti játékban is legalább ilyen gyorsan halunk meg, mert ilyen hirtelen történnek a jumpscare-ek. Szuper! Nem igazán tiszta mindig számomra sajnos, hogy... Ó, itt van lent a kijárat, oké. Okay. Mi ez a zaj? Szóval azt akartam mondani, hogy nem igazán tiszta mindig számomra, hogy... Ó, bazd meg... Ó, na és ilyenkor az a baj, nem igazán tudok mit csinálni, szóval... El fog csípni így is, úgy is. Hogyha hirtelen előre nem látott... Szóval, hogy hirtelen ilyen előre nem látott zsákutcákba futunk. Ó, hogy... Jön egy vásárló, oké. Okay. Oh. Látom, valaki megállt itt az autójával. Ő mondjuk pont hasonló hajformával meg ruhával rendelkezik, mint a... Mint a Power Drill Massacre-nek a főhőse. Nyilván nem ugyanaz, de hasonló. Hi. Azt mondja, hello. Hi. Hi. Segíthetek? Can I help you? Yeah, I just need some cigarettes. Igen, cigarettát szeretnék kérni. Oké, okay, melyik fajtát? Okay, which brand? Banshee Red with filters. Oké, okay, szűrős Banshee Red. Tessék? Thanks. Beleraktuk a melkasába. Köszönjük szépen, azt mondja. Oh, hey. Oh, hey. Can I use the bathroom? Használtam a mosdót, tehát nem tudjuk kinyitni sajnos. I can't open it. Well, that's weird. Good luck. Azt mondja, ez fura, de sok sikert. Köszönjük szépen. Na jó van, vett cigarettát, szépen továbbhajt. Mi pedig jövünk vissza unalmat űzni. És igen, akárhogy meghalunk, előről kell kezdenünk a játékot. Szóval, mikor ilyesmi történik, akkor azzal nem igazán tudok mit csinálni. Plusz, ha jól tudom, mindig véletlenszerűen generált a pálya, azt hiszem legalábbis. Tehát mindig vannak apróbb különbségek. Ha most érzem, hogy ha verdesem a space gombot, akkor gyorsabban tudok menni. Az menő. Csak hogyha így is úgy is beakadok helyekre, akkor... Yeah. Nem lehet lejjebb menni? Vagy most mi van? Kimentem a pályáról? az fasza, de... Megint itt körözik ez a fehér furgon.
Ja, nem tölti tovább a játékot, hogy ott kimegyek, szóval... Nem tudom, hogy az akarja jelezni a gyilkos közelségét, hogy mennyire zavaros a képernyő. Igen, az. Igen, az. Csak egy picit elkéstem ezzel. Jaj, bassza meg ez a játék. Történt azóta izgalmas itt valahol? Nem működő telefon továbbra sem működik. Mondjuk miért is működne, hogyha nem működik? Hát csolta továbbra is zárva van. Hát akkor nincs más választásunk, Power Drill masszakorozunk tovább. Hogy teljen a munkaidő. Oké. Okay. Lehet, hogy mégsem random generáltak a pályák, olyan fura az egész. Lehet, hogy csak én hiszem azt. Ah! Oh. Aha, nem, nem véletlenszerűen generáltak. Ah! Oh. Csak a kulcsoknak az elhelyezkedése változhat. Aha. Holy shit, eddig még nem jutottam el ebben a játékban. Hello! Ha? De fasz volt ez? Hopp! Oké, de már csak egy kulcs kell. Meg is van. Ó, az egy plusz élet? Aha, igen, de mindjárt is veszítem. Aj, bazd meg. Nagyon jó. Nagyon jó. Na szép. Ó, jön valaki. Ah, there's a customer coming. Hello. Hi. You're here all alone? Azt mondja, hello. Egyedül vagy itt? Ez egy gyanús kérdés, de mondhatjuk azt neki, hogy nem, a munkatársam itt van hátul. No, my coworker's in the back.
hogy vibrál meg remeg folyamatosan az afrója. És olyan, mint a néha-néha visszapillantana rám. Konkrétan miközben böngészi a kínálatot, engem bámul. És milyen érdekes ruhában van, ilyen érdekes kesztyűvel. Derékból lefele hajol, csak azért lássa, mi van ott lent a kínálatban. Oké. Látszólag vesz egy sört. Bár nem látok kocsit, szóval lehet, hogy gyalog jött az emberünk. Milyen neckbeardje van így szó szerint. Köszönöm. Egészségére. De ne vezessen. Egyszerűen csak elsétál a semmibe. Ez igen. Ez így roppant érdekes volt. Hát erről ennyit. Na jó. Látszólag azóta nem változott semmi. Ó, ez dobozos sör. Oké. Very nice. Oké, ezt az ajtóhangot nem én csináltam. Ki van nyitva a hátsó ajtó? Aha, és itt vannak a mosdók. Viszont a férfi mosdó az rejtélyes módon nyitva van. A karakterünk mindenre azt mondja, hogy semmi érdekes. És pont ott az iroda mellé néz ez a szellőzője ennek a mosdónak, hogyha itt büdös van, akkor az azonnal beszellőzik oda is. És itt vannak hátul a kukák. Hát jó. Úgy érzem, hogy nem vagyunk egyedül az épületben, az az igazság. És próbálok úgy helyezkedni, hogy... Mindenhol rálássak minden egyes szögre, hogyha ne adj Isten. Ha ne adj Isten, helyzet lenne. Mi, hol? Hello, Mekkora cula vagy te jó ég! Elfogyott a staminám, és el fog kapni így is, úgy is. Au! Aucsi! Na normál esetben a Night Shift című kis játék itt érne véget. Na de mivel kész a sztori, ezért a sztori megy tovább. Wow, oké. Hát, kedves nagyok, kedves srácok, akkor az
A Night Shift az éjjeli műszak végén elég csúnyán elcsípett minket a zsákba macska fejű hatalmas fickó, szóval megyünk is tovább a második fejezetre, aminek az a címe, hogy Prológus. Hajrá! Yeah. Eddig csak az előjáték volt, még csak most jön a prológus, utána jön a főfogás. Brandon barátunk azt mondja, hogy na csak ébren vagyunk. Az egész utat átaludtuk. Főhőstünk Roxanne pedig azt mondja neki, hogy tudod, hogy nem szeretem a kocsikázásokat. Brandon erre azt válaszolta, hogy figyelj, teljesen rendben van, pihenj annyit, amennyit szeretnél, én hamarosan megállok majd, hogy egy pici pihenőre, mosdószünetre. Oké, látszólag megálltunk, Brandon pedig kiszáll mosdószünetre. Örülök is, hogy megálltunk, mert a egész út során a rádióból valami az a tipikus idióta vallásos preacher hapsi mondta a magáit. Amiből annyi félefajta mém videó van az interneten. Szépen lassan magunkhoz térünk, eléggé urán láttunk. Roxanne azt gondolja magában, hogy vajon mióta alszom itt a kocsiban? Brandon? Hogy még nem tért vissza? Brandon? A gyújtás? Nem tudok vezetni, ráadásul Brandonnél vannak a kulcsok. Hát akkor szálljunk ki, nézzünk be a férfi mosdóba, hogy Brandonnél mi történt. Ó, Brandon! Te pisilted a gatyád, és azért nem jössz ki, Brandon! Beszorultál a fülkébe, Brandon! Hát Brandon határozottan nincs itt. Vagy csak én nem látom őt sehol. Brandon, itt se vagy. Sőt, ráadásul itt se. Gondolom, a csapok sem nyelhettek el téged. De a biztonság kedvéért megnézem a női mosdóban is, hát ha csak. Szegény Brandon épp valami furcsaság ment a fejében, és ide ment be a férfi mosdó helyett, és nem vette észre, hogy nincsenek piszoárok. Wow, imádom, hogy ez a növény átjön a falon. Ó, Brandon! Az igen. itt is benőtt a WC-t a fű. Brandon! Elég aggasztó, és ez itt micsoda? Hová nyílik ez az ajtó? Látszólag egy ilyen hátsó kijárathoz nyílik. Itt vezet tovább is egy ösvény, aminek az ajtaja nyitva van. Valami csillog itt a földön, egy vezetői engedély. Brandon A. Wright vezetői engedélye. A címe, illetve az adatai. Wow, hát Brandon valószínűleg erre jött. Elejtette a vezetői engedélyét. Már az kérdés, hogy önszántából jött erre, vagy sem. Keressük meg a hülye szerencsétlen, mert kettőnk közül csak ő tud vezetni. Látszólag legalábbis. A gyárépületekhez lyukadtunk itt ki. Van itt egy aktatáska. Roxanne azt mondja rá, hogy látszólag ezt valaki itt elhagyta. Ide? Gondolom akkor nem Brandoné. Ennyire tudjuk megnézni, meg piszkálni. Ahó! Ez mi?
Oh! Nézzük csak! Mert is csapom gyorsan itt a Google fordított, mert biztos vagyok benne, hogy egyszer-kétszer szükségem lesz a segítségére. Na. Tehát. A következő hónap elején... Hallom. A következő hónap elején mindenféle fajta munkát, amit eddig a Crawford üzemben bonyolítottunk le, meg kell szüntetnünk, le kell állítanunk. Mivel az elmúlt egy évben nem ment túl jól az üzlet, ezért az üzem tulajdonosa sajnos azt a döntést kellett meghozni az üzem tulajdonosának, hogy nem tudja fenntartani az üzem működtetését, ezért az épületet kiürítik, és a hatóságoknak eladják, átadják. Azért, hogy átalakítsák, vagy lebontsák az épületet. Továbbá, a tulajnál megállapítottak... stomach cancer gyomorrákot diagnosztizáltak. Valószínűleg valamilyen radioaktív sugárzás kihatás miatt. Mi a fasz? Mi csináltak ezek itt, ami miatt sugárzással kellett dolgozniuk? Szóval a tulaj és a felesége elköltöznek Cheddarville-ből, gondolom az ennek a helynek a neve, megyének gondolom, vagy a városnak, stb. Szóval Cheddarville-ből elköltöznek, annak reményében, hogy közel a nagyvárosban majd megfelelő ellátásban részesülhetnek. A férj, akinél diagnosztizálták a gyomorrákot. Minden egyes itt dolgozónak a leges nem tudom, hogy mondjam ezt pontosan magyarul, de a lényeg az, hogy az összes dolgozótól elnézést kér, akik arra áldozták az idejüket, meg a verejtéküket, hogy a cég növekedését elősegítsék. Csak az utolsó munkahéten lesz lehetősége mindenkinek a személyes ingóságait összeszedni. Hogyha ezek itt maradnak, akkor ki lesznek dobva, miután az épületet átadják és kiürítik. Köszönjük szépen mindenkinek! Szóval az üzemet eladták a helyi államnak azért, mert nem ment túl jól, és a tulaj nem tudta pénzzel támogatni a működését, és ráadásul gyomorrákot is kapott szegény szerencsétlen, ami miatt el kellett költöznie a családjával. Oké, érdekes! Hogy ez milyen érdekességgel van ránk nézve, és a történetre nézve, az majd még gondolom kiderül. Mert az eddig... Oh, hello! Kutya! Még pislog is, meg minden... Ó, de gyönyörű egy csúnya vagy azt a mindenit! Milyen hosszú orra! Kutyus! Úgy meg lehet simogatni. Hi boy. Where did you come from? Roxanne azt mondja, hogy szia, mégis honnan jöttél elő? Eltévedtél? Yeah, mi is eltévedtünk. Kukka. Most ez, ki tudok nézni oldalra, és jó, oldalról meg tudom csodálni a kutyus minden egyes csodálatos pixeles centiméterét. Önt a puszit adna neki. Mua, 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 mua. Ide is. Mua. Bedöntött fejjel itt csücsükjel meg. Hogy csóvál. Ó, lehet neki köszönni, hogyha interakcióba lépek vele. Dog, hello. Pop the snoot. Oké, okay, oh. Mi ez undormány itt mögöttem? Egy teddy maci.
Egy gyerek itt hagyhatta volna ezt véletlenül? Franz tudja. Gondolom ezek a eldobott tárgyak azok majd vezetnek minket, hogy merre kell mennünk. Illetve a kutyus jön utánunk. Vau. Ez egy zsákutca, ha jól látom. Gondolom ezen a sűrű növényzetet nem tudunk átvágni, szóval elszaladunk a Dimaci mellett, és megyünk tovább erre. Ez egy szemüveg távolról téglának látszódott. Nézzük csak, elhagyott és betört szemüveg. Nem a te szemüveget gondolom, ugye? Nem. Nem hinném, nem. I spy with my eye another briefcase. Luggage. Oké. Ez egy ilyen ruhatartó bőrönd, és miért hagyná ez bárki is itt? Kinyitni nem lehet, igazából kezdeni nem igazán lehet vele semmit. Táblára az van kiírva, hogy a magánterület belépni tilos. Akkor arra nem megyek. Hol lehet ugrani is, de jó. A kutyus bentül a furgonban. Átmegy a textúráján. Én nem tudok átmenni a textúrán, de a kutyus át tud menni. Ó, Istenem, indie játékok, imádom, hogy ilyen... hogy ilyen sármosan szar mindegyik, annyira jó. Zsákutca, azt mondja a tábla. Valóban. Nincs valami trükközés itt, hogy biztos van itt egy rejtett útvonal, csak én nem látom, mert annyira összefüggő itt a textúra. A templom felé vezető csapás. Ki van taposva? Még zsákutca is van itt, ez a hely annyira jó. Még be tudok jönni a templomba? A nagy üres kirámol templomba, de itt a... az emelvényen van valami olvasnivaló. Nézzük csak. A Cheddarville-i Isten gyülekezetének az összes tagja számára. Csak. Megnézem, hogy pontosan mit jelent ez a szó. Ha. Ezzel a levéllel szeretném tudatni az összes község lakóval, mármint itt a Cheddarville-i Isten közösségének a közösség lakójával, hogy... hogy eddig előre nem látott, és hirtelen változások lépnek be a közösségünkbe, vagy a körünkbe. Tankörünkbe? Kb. Igen, lényeg az, hogy a közösségben változás fog történni, előre nem látott változás. Nehéz szívvel tudatom veletek, hogy a községünk hű követői, hű hívei
Elfordultak tőlünk. Kevesek, még így is, még mindig eljönnek a misiinkre, a mondjuk úgy, hogy szertartásainkra, míg a többiek valami más ellentétes tant kezdtek el követni közelben. Habár ez a menedék, amit találtak, sokkal távolabb és messzebb áll a Bibliától és a mi Istenünktől, mint ahogy azt eredetileg gondoltuk. Sőt, az igazság az, hogy ők nem is a Bibliát követik. És határozott meggyőződésem az, hogy azok a tanok, amiket követnek, az mindössze csupán értelmetlen katyvasz, hablaty. Nem tudom, hogy pontosan kit és vagy mit imádnak, kiért és vagy miért imádkoznak, de számtalan barátom és kollégám elkezdett engem idegenként kezelni, mintha a hitünk miatt már nem is társaloghatnánk egymással. Az elmúlt hetekben rengeteg fenyegető tartalmú levelet kaptam, és egy alkalommal valaki megpróbálta felégetni a templomunkat. Előző éjszaka, miközben a családommal vacsoráztam, valaki leadott egy lövést a házunkra, a golyó berepült a konyha ablakon, és bár épp hogy csak elkerülte a golyó a fejemet, az egyik kedvenc festményemet szinte teljesen tönkretette, amit elmondom, hogy mi is ez a szó. Amit a közösségünk kórusának az egyik tagjától kaptam. Ezt a viselkedést és ezeket a fenyegetéseket nem vehetem félvárról. És emiatt, miután magamhoz veszem ingóságaimat a templomból, elhagyom a várost, hogy egy új helyet keressek, ahol folytathatom a tevékenységemet, és ahol tovább imádkozhatok. Nem szeretnék elmenni, de úgy érzem, hogy nincs más választásom. És azt javaslom bárkinek, aki még követte a templomunkat, és aki még járt a templomunkba, az tegyen ugyanígy, és próbálja meg magának új helyet keresni, ahol biztonságban gyakorolhatja a hitét. Köszönöm a sok kedvességet és a megértéseteket is ebben nehéz időkben. Atya és pásztor James Kindling. És szóval a helyiek elkezdtek egy rejtélyes új hitet követni, és emiatt a kereszténységet elkezdték megvetni és kiszorítani ebből a közösségből. Van még egy zsákutca. Kíváncsi vagyok, hogy aki az éjjeli műszakban dolgozó előző főhősnőnket is úgymond elcsípte, az is ennek az új hitnek a követője-e. Onnan jöttem be. Kutyus. Kutyus jön utánam, szuper. Kutyus elkezdett ugatni. És mintha azt akarná, hogy kövessem. Yeah.
Whoa. Wow. Good boy. Jó kutya. Jeldobott póló. Miért hagyna itt valaki egy ilyen nadrágot? Féle fajta eldobált holmik, szemét, alsó nadrág, pólók, tehát azt mondja, viszonylag friss, tiszta pólók, egy koszos ruha, egy idehajolt gatya, csomó dolog el van itt dobálva, a furgonban van egy személyigazolvány. Ura, mi történhetett itt? Kalifornia. Valamilyen Joanna, valamilyen Joannának a személyigazolványa. Johanna. CO, talán 859, nem tudom, mi van ide írva. Church of the Father's Vision. Az atya látomásának a temploma. A mi küldetésünk. Nézzem csak. Őséges. Az atya víziójának, a templomának a célja az, hogy egy olyan közösséget hozzon létre, mely, ha jól értem, melyben bőségesen van, bőségesen úszik a megbánásban és a megváltásban, és nem is megbánás, hanem bűnhődés, a bűnhődésben és a megváltásban. Remekül hangzik. We'll help you up. Mi segítünk számodra, hogy a nagyúrral való kapcsolatod, tehát a teremtővel való kapcsolatod, de pozitív irányba építsd. És ezt elérni segíthetünk nekünk személyesen, napi szinten, mikor imádkozunk, vagy valamilyen szertartást tartunk, illetve heti szinten is olyan kazettákkal, amit hetente szívesen házhoz szállítunk neked az ajtódhoz. Oké. Célunk az, hogy Isten igéjét eljuttassuk a világ olyan részeire is, akik tudatlanok, ignoránsak, vagy szükségük van arra az örökként tartó végtelen életre, örök életre, amivel az Úr minket vár. A mi pásztorunk, tehát a mi papunk, Dr. James F. Bew, Isten egyik hűséges szolgája, már a korai gyermekkorától fogva, egy házas ember, édesapa, és a mi szeretett papunk, ő erőteljesen, hűen hiszi azt, hogy Krisztusnak tetsző életet élni kell, és terjeszteni kell az ő igéjét, és bátorítani kell az ő szomszédait, hogy imádkozzanak az Úrhoz, vele együtt az atya víziójának a templomában. És itt egy idézett tőle. Isten az ő végtelen jóságában engem szólított meg, és kért meg, hogy az ő nevében szóljak a világhoz. Az én egyetlen vágyam, hogy eleget tegyek neki, és istenítsem őt az életemmel.
és reménykedem abban, hogy az egész világgal kézenfogva együtt élhetünk majd az ő szavai szerint, és együtt, közösen imádkozhatunk majd neki. Érte, akarom mondani. Dr. James F. Bew. Dr. Bew és felesége Margot Bew, ha minden egyes vasárnapon misét tartanak az atya víziójának a templomában, 4:12-kor, itt egy cím, hogy hová kell menni, a VHS kazettákért és egyéb információért pedig ezt a telefonszámot kell hívni. Ez a VHS kazetta most egy tök érdekes dolog, de erről meg később akarok még beszélni. Az atya látomásának és vagy víziójának a temploma, hadd vezessünk el téged az özvegyülé, a meg nem özvegyüléshez, hanem a vallási fasz a gyerekeskedéshez, nagyon jó. Kutyus? Hát vagy a sarokban, kutyus? Gyere, fülvakarás jön. Oké, hát akkor... Jönjünk egy picit... Úgy érzek, hogy ide csúsztál volna, mi történt veled? Azt akartam mondani, hogy menjünk vissza egy picit, és... Nem... Emlékszem, hogy erre jöttünk el esetleg. Gondolom ez a... Ennek a... Atya víziójának a temploma volt az a hit, ami kezdte el a kereszténységet ebből a közösségből kiszorítani. Ez a VHS kazettás dolog azért is érdekes számomra, mert a Puppet Combo csapatnak a más játékaiban is előfordult már ez, hogy volt egy szekta, amik próbálnak a háttérben tevékenykedni. Az egyik játékokban, a Feed Me Billy című játékokban a főhős Billy konkrétan kazettákat, meg egyéb felszereléseket kap egy bizonyos csapattól, és ez a csapat ezekben a kazettás üzenetekben azt üzeni neki, hogy olyan dolgokat kell csinálnia, amik elősegítik majd azt, hogy a világ meglássa az atyának a tanításait. És ez abban a játékban konkrétan annyit jelent, hogy Billynek az öltöző szekrényében van egy lyuk. Ez a lyuk nem csak egy egyszerű szakadék, vagy gödör, vagy üres lyuk, hanem egy hatalmas lény lakik benne, aki arra kéri Billyt, hogy minden nap hozzon neki friss húst. És ezért Billy minden este elmegy, hogy embereket öljön, hogy a holttestükkel megetesse ezt a lényt. Egy nagyon rövid kis játék, a Feed Me Billy, azt hiszem kettő része is van, én csak az elsővel játszottam, csak ugye a saját szabadidőmben. Elég rövid ráadásul, viszont gyorsan végig lehet játszani, de konkrét olyan, mintha valamilyen szekta vezér utasítana minket ilyen mennyei szöveg szerűen, hogy menjünk, öljünk embereket, és ezt az entitást tápláljuk, aki a szekrényünkben él. Van itt egy fa ajtó, ami zárva van. Van a üres elhagyott pajtában. Ezzel a pixel rengeteggel meg nem is tudunk mit kezdeni. És gondolom ez lenne a szóban forgó ház a játék címéből. Nem tudom, miért van itt ennyi flamingó, de eszembe jut róluk a Pink Flamingo című film, amire lehetleg soha nem szeretnék gondolni. Tehetek magatoknak egy szívességet, és ti se keressetek rá az interneten, mert rettentő trash az a film. Bár lehet, hogy valaki ezt szereti. De milyen érdekes, hogy tiszta piros az összes ablak. Az ajtó tárva nyitva, a kutyus meg
Elkezdett süllyedni a földbe, miközben morogja az ajtót. Mi a baj? Kérdezzük tőle. Hallasz valamit? A kutyus beszaladt a sötét házba, és olyan táblák vannak kirakva, vagy legalábbis egy... atyaig. Egy olyan tábla van kirakva a ház oldalára, hogy Fallout Shelter, mint ilyen sugárbiztos menedékhely. Bejöttünk ide, történt valami, mert a kutyus elkezdett fájdalmasan nyűszíteni a háttérben. Találtam sebb tapaszt, szuper. Még koszos ez a ház, te jó ég. Hopp! Én valamiért el tudtam használni a sebb tapaszokat. Olyan, mintha a mennyezeti lámpák emberi fejekből lennének, és tényleg. Ajtók zárva vannak, és wow! Roxanne kérdezi, ez mi az ördög? Jó kérdés. Ó, szuper, az ágy alá el tudunk bújni. Egy húsból készült lámpa, az igen. Milyen szép csendesen nyíltak ki ezek a fiókok. Nem hallom itt a kutyus, szóval biztos, hogy szegény lent maradt. Aha. Nem tudom, hová futott szegény, gondolom lent lesz a... Aha, a pincében. Ilyessünk is gyorsan oda le hozzá. Wow. Oké, igen, itt valamiért lent ebben a pincében egy ilyen Fallout Shelter, atombunker. Meg egy olyan bicikli, ami látszólag emberi csontokból van összerakva. What the fuck? Oh. Don't worry. I'll get you out of there. Valami állat ide rakott egy medvecsapdát. Kiszabadítottuk őt, de azonnal rohan is el, és... És kutyus elszaladt és eltűnt. Ó! Ó! Oké. Ugyanaz a hapsi, aki a... Az éjszakai műszakban dolgozó csajt kapta el, most elkapott minket is. És nem tudtam lemenekülni előle, mert a lépcsőn egy kerekes székes nő felhajtott a kerekes székével, és blokkolta az utamat. Ja, franc. És ez volt a játék intrója, gondolom most a főfogás. Kedves lányok, kedves srácok, hálásan köszönöm szépen, hogy ma is engem választottatok. Ha tetszik a munkám, kérlek dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és csatlakozzatok a YouTube csatorna tagságomhoz. A videó leírásában minden elérhetőségemet megtaláljátok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szervusztok!